Köszöntöm Önöket, ez a Város Határ, a Szerencsi Városi Televízió magazin műsora, Méhi Borbála vagyok. Első riportunkban a Szerencsi Rendelőintézet egynapos sebészetére látogatunk el abból az alkalomból, hogy 4 évvel ezelőtt 2012. március 5-én végezték el az első sebészeti beavatkozást az akkor újonnan felavatott műtőblokkban. Ezt követően a Bagdi Emőke pszichológus professzorral készített beszélgetésünket láthatják. Kérem, tartsanak velünk! Idén 4 éve, hogy megkezdte működését az egynapos sebészet a Szántójé Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben. Kameránk segítségével most nézőink is betekintést nyerhetnek egy operáció részleteibe. A 2012-ben átadott egynapos sebészet jelentős változást hozott a rendelőintézet életébe. A lakosság olyan egészségügyi szolgáltatásokhoz férhet hozzá helyben, amelyeket korábban legközelebb csak Miskolcon kaphattak meg. A betegek színvonalas ellátására, a szakmai szabályok szigorú betartására ügyelő létesítményben havonta több mint 700 operációt végeznek az országosan is elismert szakemberek. Az intézetvezető szerint fontos szempont az is, hogy kiváló orvosok operálnak Szerencsén, akik neve hallatán szívesen jönnek a páciensek nem csak a városból és környékéről, hanem távolabbi településekről is. Mi olyan 7-8% körül járunk egyelőre még műtétek tekintetében, hogy annyi történik ilyen egynapos sebészeteken. Borsod megyében is van több hely, ahol csinálnak egynapos sebészeteket, ilyen beavatkozásokat. És szerencsés, hál' Istennek sikerrel pályázott, hogy 4 évvel ezelőtt a rendelőintézet egy részét, a volt laboratóriumi teljes folyosót, traktust, azt átalakítottuk erre a tevékenységre, úgyhogy 2 műtőt alakítottunk ki, egyikben ugyan általános sebészeti műtéteket, tehát sérveket csinálunk, ízületi műtéteket, aranyér, egyebek, tehát most nem akarom részleteket, de van általános sebészeti műtétek, nőgyászati műtétek, szintén vannak, fülorgégészeti műtét is lehetséges, ortopédia, le van írva, hogy mit lehet itt csinálni, nagyjából ezt a skálát mi lefedjük, és egy másik műtőt is építettünk a sterilitás miatt, hanem egy személyzeti műtétek történnek itt, és ebbe is hát szerencsésen nagyon jó technikai szintű, a legmárkásabb felszerelést vásároltuk, és nyilván olyan kollégák is jönnek operálni, akik ezt magas szinten tudják művelni. Az intézetben egy újabb műtéti nappal emlékeztek meg arról, hogy az eltelt évek alatt közel 3000 sikeres beavatkozást hajtottak végre a szakemberek. Nem utolsó szempont az sem, hogy rendkívül színvonalos körülményeket és diszkréciót biztosítanak a páciensek számára. Azt el kell, hogy mondjam, hogy a 3000 műtétből szövődmény gyakorlatilag nem volt, egyszer sem. Egyszer volt egy betegnek egy rosszul léte, ami nem a műtéttel függött össze, egy szívritmus zavar, amit a megyei kórház segítségével, ők a háttérintézményünk, tehát annak mindig van egy háttérintézménye ilyen egynaposnak, ezzel megoldottuk is, a beteg gyógyult. Ez azért érdekes, hogy a mai világban, mostanában a sajtóban sokat lehet olvasni, hogy nincs kellő sterilitás, tisztaság, nem figyelnek oda, nem fordítanak rá annyi anyagot, eszközt, nem cserélik időbe a egyszer használatosokat, hagyni soroljam, amiket ugye így időnként feldobnak. Tehát nálunk a tisztaság, a sterilitás és a körültekintés az első számú, és itt nincs takarékosság, nem is lehet. Ahol ezen a címen vagy ezeken az eszközökön takarékoskodnának, ott ugye hát felütni a fejét a szövődmények esélye. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon színvonalas körülményeket tudunk biztosítani, és teljes elszaporáltságot és teljes diszkréciót, ami szintén nem utolsó egy beteg szempontjából. 4 esztendővel ezelőtt, 2012. március 5-én dr. Matolai György végezte az első operációt a Szántójé Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet frissen felavatott egynapos sebészetén. A jubileum napján újra a neves sebész, ortopéd orvos vonult a műtőbe. Az elismert szakember 4 artroszkópos térdműtétre készült. Megtudtuk, egy ilyen operációt 30-45 perc közötti időtartam alatt végeznek el, de a cél nem a gyorsaság. Dr. Matolai György szerint az egynapos sebészet sikere elsősorban annak köszönhető, hogy az intézet időben felismerte az új idők jeleit. 4 évvel ezelőtt indultunk, azóta már 600 fölötti artroszkópos műtétet sikerült elvégeznünk. Köszönhető ez annak, hogy a menedzsment, az intézet irányítása felismerte az idők jeleit, és egy igen jó kollektíva összekovácsolódva, gyakorlatilag a betegek javára,
ugyanolyan feltételeket tudnak biztosítani, mint bárhol máshol az országban, vagy akár Ausztriában. Gyakorlatilag az eszközparkunk folyamatosan pótlást, felújítást nyer. Két-három kollega végzi a műtéteket, akik megfelelően odafigyelnek az eszközökkel való bánásmódra. Az utánpótlásunk, ami az egyszer használatos eszközöket érinti, folyamatosan megoldott. Tehát hiányt tulajdonképpen semmiben nem szenvedünk. A létesítményben rendszeresen készítenek betegelégedettségi felméréseket, melyek alapján elmondható, hogy a páciensek jelentős többsége pozitív tapasztalatokkal távozik az intézetből. Nekem még korábban sosem volt műtétem. Azt gondolom, hogy ha tényleg egy nap alatt a doktor úr mondott, hogy így fog alakulni, és minden rendben lesz, akkor szerintem az egyik legjobb dolog, hogy nem kell hetekig a kórházban töltenem az időt. Egy éjszakás kalandom van itt még a kórházban, és holnap reggel engednek haza, ha minden rendben van. A nevérkék gondoskodók, figyelnek mindenre, 5 percenként jönnek, nézik, mi kell, úgyhogy teljes egészében. A műtétből semmit nem éreztem ez az altatással, úgyhogy rosszabbra számítottam egy kicsit. Az egynapos sebészeti beavatkozásokra havonta 6 millió forintos keret áll rendelkezésre, ami behatárolja az elvégezhető műtétek számát. Hetente 2 napon operálnak a doktorok, tehát lenne lehetőség arra, hogy az eddigieknél is több beteg részesüljön ellátásban az eszei műtőblokkjában. Havonta 6 millió forint keretünk van pénzbe kifejezve, az évi 72 millió forint, tehát egy kötött kapacitás van, amit lehetne bővíteni, hiszen ezzel együtt, hogy ilyen választéka van a műtéteknek, igazándiból hetente mondjuk 2 nap van műtét, többi napokon pedig nincs üres, tehát magyarán kihasználatlan. A egészségpénztárral és a minisztériummal hát kapcsolatban állunk, olyan értelemben, hogy szeretnénk bővíteni, de ez most van esély rá, úgy tűnik, most nemrégen beszélgettem Budapesten egy konferencián, ahol azt mondták, hogy ezt most újra fogják osztani a lehetőségeket, tehát esélyünk van arra, hogy ezt a kapacitást még jobban majd kihasználjuk, de pillanatnyilag, ahogy mondtam, egy olyan 30-30-40%-os a kihasználtságunk. Túl se akarjuk terhelni, elsősorban amiatt, hogy itt elő vannak írva, hogy egy héten egy napot például teljesen szünetet kötelező tartani, és akkor teljes fertőtlenítés takarításnak kell lenni. Hát a műtőtraktusnál még a levegő is steril minden, tehát olyan háttér, műszaki, technikai háttér van az egész műtőnél, hogy ott kibe menni nem lehet, nem egy hétköznapi ugye szakrendelő helység, tehát itt megvannak a szigorú feltételek, amiket mi betartunk. Dr. Bobkó Géza bízik abban, hogy a törvényi szabályozás lehetővé teszi a jövőben a kapacitás bővítést. Ez utóbbit indokolja, hogy a betegek elégedetten távoznak a Szerencsi Rendelőintézet egynapos sebészetéről, és egyre többen szeretnék igénybe venni az intézmény ilyen jellegű szolgáltatásait. Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sikeres író, egyetemi tanár, akinek előadásait hatalmas érdeklődés kíséri. Dr. Bagdi Emőke tartott előadást március 4-én a zsúfolásig megtelt Bocska István Katolikus Gimnázium aulájában. Hatalmas érdeklődés előzte meg dr. Bagdi Emőke szerencsi látogatását, hiszen a Lelki Erőnlét Vitalitás Egészség című programra már hetekkel korábban elfogytak a belépőjegyek. Nem meglepő tehát, hogy zsúfolásig megtelt nézőtér fogadta városunkban a neves pszichológust. Felmerül a kérdés, mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés az előadásai iránt. Van egy olyan mély meggyőződésem, ugye minden a fejben dől el, ezért nagyon szolgálom is ezt a gondolatot, hogy ahhoz, hogy a pszichológiai műveltség magasabb legyen, ahhoz nagyon sokat kell tenni, mert nagyon rossz állapotban vagyunk. És ugye azt mondja az egészségpszichológia, egészségtudatosság, hát ha én tudom, hogy mit tehetek saját magam és szeretteim érdekében, akkor ha megmondják, hogy mit kell tennem. Ha megtanítanak dolgokra, akkor én azt teszem, hát mindnyájan tesszük, mert tenni akarjuk, mert egészséges és boldog emberek akarunk lenni. Tehát missziója van a pszichológiának ma
missziója van az életben. Én egy elhivatott tanár vagyok. Ez azt jelenti, hogy olyan képességekkel vagyok megáldva, hogy valahogy azt, amit tudok, azt úgy tudom átadni, hogy ahogy hiszek benne, azzal a meggyőző erővel. Bagdi Emőke úgy tartja, hogy talán azért is kedvelik az előadásait, mert a bonyolult összefüggéseket mindenki számára érthetően magyarázza el. Nem a népszerűség iránti vágy hajtja, inkább azt szeretné elérni, hogy az emberek odafigyeljenek a pszichológiára. A legintelligensebb emberek járnak pszichológushoz. Miért? Azért, mert tudják, hogyha megosztunk egymással valamit, ami nehézség, akkor megosztott teher, fél teher. Hát a közmondás is azt mondja, hát nem csak ilyen beszélgető terápiák vannak, hanem nagyon komoly belső átdolgozások. Kora gyerekkori sérelmeknek a mély lenyomatait tudjuk felszabadítani. Tudunk lelki takarításokat végezni. Ma mióta tudjuk, hogy a hordozott bűntudat, meg a bánat, meg olyan módon árt a testünknek, hogy megbetegítjük, hogy a daganatos betegségek kialakulásában például bizonyos olyan érzéseknek, érzelmeknek, amiket magunkba temettünk. Nagyon nagy szerepe van, mint amilyen az olyan érzelmek, mint hogy én haragszom valakire, hogy nem kérek bocsánatot, hogy nem követem meg, hogy engem nem követnek meg, holott durván megbántottak, és mindez úgy leülepedik. József Attilának van a Dunánál című versében az a néhány sor. Lerakódik, mint a guánó, keményen, vastagon, lelkünkre is így ül ez a kor. Na én ezt parafrázis átköltöm kicsit, és azt mondom, sejtjeinkre is így ül, mint az, amit behordunk magunkba. Azt takarítani kell. Mentális, higiéni, lelki takarítás. Nagy szükségünk van rá. Előadásaiban sokszor beszél a hitről, de nem csak azért, mert édesapja református lelkész volt. Erősen hívő embernek tartja magát, és a hitet különleges emberi képességként is értékeli. Most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem nekem, neked mindnyájunknak van egy képessége, hogy tudnilik függetlenül a tényektől előrevetítünk valamit, aminek a bekövetkezésében meg vagyunk győződve. Ez a hit, hogy akkor is, ha bármi történik és a realitás, senki se tudja nyakon ragadni, hogy hogy lesz, mert nem tudjuk, hogy 10 év múlva élünk-e vagy sem. Na de hihetem, és ez a hit akkora erőt ad, tehát erről beszéltem imént, hogy a hit az elkezdi működtetni az izomzat. Tehát a reménységnek, és akkor ez, ha van is cél, mi a cél például? Hát én tényleg szeretnék 80 év fölé kerülni az életkoromban, de ilyen miért? Öncélúan? Imént mondtam, hogy csak öncélúan, ha nem lépem át a saját határaimat, hogy azt mondjam, kiér élek. Igen, azért tudom, kiér élek, a legkisebb unokámnak is szeretném az érettségiét megérni. És hogy ezek kapcsolati célokat, nem magamért, hanem valamit adok, valamit visszaadok abból, amit én kaptam. A tiszafüredi születésű Bagdi Emőke nem tudatosan készült a pszichológiai pályára. Nagyon szerette a verseket, a nagyapja költő volt. Sokat olvasott gyerekkorában, és irodalomtanár akart lenni. Latin tagozatait Miskolcon érettségiztem. Ide jártam gimnáziumba, és magyar latin tanárnak készültem. De hát ugye akkoriban a származás szerinti megkülönböztetés nagyon erős volt, és hát ugye azt volt a felvételinél az elutasítás szempontja, hogy hogyan bízzák a jövő generáció nevelését arra, aki idealista nevelésben részesült, vagyis hogy ezt vinném tovább. Aztán akkor kényszerűségből gyógytornászképzőbe iratkoztam, mert oda felvettek még nagy szerencsére, és akkor hát egy szép korszak volt az életemben. Én gyógytornászként végeztem, 4 évig dolgoztam is, és közben egyetemre jelentkezkedtem, és abban az évben, amikor, hát ez történelem már, de 1963-ban, amikor a 7. pártkongresszus volt, és Kádár kimondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, és a származás szerinti megkülönböztetéstől már eltekinthetünk, az évben felvettek a pszichológia szakra. A professzorasszony rengeteg előadást tart, és közben klinikai pszichológusként rendel, terápiás munkát végez, tanít, utazik. A noteszom, ha belenézünk, akkor úgy van, hogy alig van rés, és mindegy teljesen egymáshoz fölzárkózva, és ez elég késő estig. És hogy este hát a 40 körüli levelet elolvasok, mindig megválaszolom a tőlem telhető módon, és egy héten legfeljebb egyszer bekapcsolom azért a televíziót, hogy ne legyek, a híreket nézem meg, hallgatom meg, hogy ne legyek túlságosan elmaradva. Rádiót úgy hallgatok, hogy útközben, ha megyek valahová, és akkor képben vagyok mégis, hogy mi történik a világban. És hát nagyon sok időben, ami csak szabadidő
hétvégén vagy egyébként. Nagyon sok időben vagyok jelen a család életben, 5 unokám van, a legkisebb 9 éves, akivel együtt tanulok egy héten kétszer, szerdán és pénteken délután övé az időm, megyek és Gergővel tanulok, és akkor hát együtt is vagyunk, és ez olyan jó. Arról, hogyan tartja magát formában, azt mondja, hogy az inkább egy folyamat. A gondolat, ami megtestesül képzett formájában, a test pedig szolgálja mindezt, mert hogy minden a fejben dől el. Olyan bizonyítékaink vannak, hogy például az, hogy egy orvos-beteg kapcsolatban jó a kapcsolat, az olyan erőket közvetít, hogy például az agy saját maga gyógyszereket termel, amellé, ami esetleg az orvos által adott gyógyszer, egy jó emberi kapcsolat olyan fajta erőteret teremt két ember között, amiben mind a kettő jó jár épül, mert az agy olyan módon viszonyul ezekhez a helyzetekhez, hogy pozitív és vitális energiákat fokozó hormonokat termel. Erre érdemes odafigyelni. Könyvek, szakmai munkák ékes bizonyítékai szaktudásának, hírnevének és népszerűségének. Jelenleg is új írásán dolgozik, amit várhatóan karácsonyra fog befejezni. Azokat a művészeti munkáimat, művészetpszichológiai munkáimat rendezi össze, amiket hát nagyon sok éven át nagy gonddal hát dolgoztam ki, és tanulmányokat írtam, meg testszimbolikáról, a testnek a egyes testrészekkel kapcsolatos szimbolikus jelentés felhő, és hogy mit jelent az, hogy az embernek a szíve, vagy a mája, vagy a más testrésze megbetegszik ahhoz, milyen fajta képzetek és milyen fantasztikus jelentés holdudvar csatlakozik. Összegyűjtöttem, és így tényleg érdekes, mert hogy csak egy példát mondok, az, hogy a szaglás, az orr és a szaglás, hogy ennek micsoda fantasztikus a szimbolikus háttérvilága. Szóval testünk szimbólumai ebből, tehát 3 részből áll a könyvem, amit csinálok, és ugye most még írok is hozzá ugye frissen fejezeteket. A 3. rész pedig azzal foglalkozik, hogy a képek, a média hatása, ami állandóan ömlik ránk, ugye tulajdonképpen kényszerülünk látni, mert napközben nem csukjuk be a szemünket, a fülünknek záróizma sincsen, szóval becsukni se tudnánk, ha akarnánk. Tehát, hogy ránk zuhannak az információk, és hogy ezek milyen módon, milyen hatást tesznek a mi lelkünkre, és hogyan. Az előadásaira mindig lelkiismeretesen felkészülten érkezik. Amikor összeállítja a prezentációt, elmondása szerint mindig új vázlatot készít. A hallgatóságot tiszteli meg azzal, hogy soha ugyanúgy ugyanazt nem mondja el. Azt mondta a Mirei Ferenc, az én mesterem, ha egyszer már hiányzik belőled ez a feszültség, akkor hagyd abba. És nagyon igaza volt. Mert ez az, ami inspirál. Ott állnak az emberek, várnak valamit, én meg a szívem tenném ki a legszélsebben. Nekem kicsit nehéz, hosszú előadásokat tartok, nehéz befejeznem. Az Öreg a Nénikét Klub amatőr művészeti csoportjának munkáiból nyílt kiállítás március 3-án a Rákóczi Várban. A Szerencsi Művelődési Központ által rendezett tárlat keretében csendéleteket és absztrakt rajzokat is láthatnak az érdeklődők. Az Öreg a Nénikét Klub amatőr művészeti csoportjának képzőművészeti munkáiból nyílt kiállítás március 3-án a Rákóczi Várban. A tárlatot Koncz Ferenc nyitotta meg, és gratulált az alkotóknak a kiállítás képeiért. Csütörtökönként jövünk össze, minden héten csütörtökön, és a rajzosok 2 órakor jönnek, 2 órától 3 óráig, és 3-ra jönnek a többiek. De most aztán nem hagyjuk abba biztos mi rögtön a rajzot, mert utána is szoktak még rajzolgatni, de már akkor bekapcsolódik a többi is, és egészen 5-ig tart a csapat, vagyis a csoport foglalkozása. Hát, és akkor elhatároztuk, hogy mivel hogy annyira sok szép munka készült, hogy elkészítjük ezt a kiállítást. Úgyhogy körülbelül úgy január közepén kezdtünk hozzá a paszpaltúzáshoz, azt is közösen végeztük, és tegnap készítettük el a kiállítást,
közös munkával, csoportmunkával mindenkit volt. A tárlat látogatói láthatnak többek között csendéleti és absztrakt rajzokat, valamint pasztellel készült alkotásokat. Szemhúzával kezdtünk el dolgozni, először kiment csendéleteket. Különböző forgástesteket tanítottam meg nekik, aztán különböző tárgyaknak a rajzolását, teljesen úgy, mint az általános iskolába, és aztán kimentünk a szabadba is, amíg az idő engedte, van a várkerti részlet, a várkerten egy öreg fa, amit megrajzoltak, és aztán ahogy az idő bekényszerített bennünket, akkor azóta már itt vagyunk bent. Tehát ez még mindegy virágcsendélet és más egyéb ilyen csendélet, először ceruzával, de nagyon ügyesen dolgoznak ceruzával is, és most meg színes ceruzával is, ezt is nagyon élvezik a színes ceruzával. A unokáknak a színes ceruzáit mind összeszedték, elhozták, és boldogok mutatják az unokáknak, hát most, hogy mit gondoltok, hogy hanyadik osztályos az én rajzom, hatodikos, hetedikes, szóval nagy élvezet nekik. Az Öreg a néni két klub tagjainak kiállítását a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei színesítették verssel és hegedűjátékkal. Kiállítás március 18-áig munkanapokon 8 és 16 óra között tekinthető meg a Rákóczi várban. A 27. Miskolci Kamarakórus Fesztivál Szerencsi Hangversenyére várják az érdeklődőket március 12-én a Rákóczi Várszínház termébe. A fellépők között ott lesz a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola énekkara, a Szerencsi Férfi Kar, a Hegyalja Pedagógus Kórus, a Református Gyülekezeti Kórus és a Nyíregyházi Brillante Énekegyüttes. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Egy év után újra Szerencsre látogat az Ismerős Arcok Zenekar. A népszerű csapat koncertje március 14-én 18 órától kezdődik a Rákóczi Várszínház termében. Belépőjegyek a Rákóczi Vár Galéria kávézójában kaphatók. Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendez ünnepi koszorúzást március 15-én 9 órától a Kossuth téren. Az ünnepi megemlékezés 10 órától kezdődik a Rákóczi Vár Színház termében, ahol a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai adnak műsort. Kedves nézőink, Önök a Városhatár című magazinműsorunkat látták. Legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Következő adásunkban a Rákóczi Várszínház termében megtartott március 15-i ünnepi műsort láthatják nézőink. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!